szintet ugranak ezen az őszön a TV csatornák, és sajnos az a baj, hogy ezen az égvilágon semmi meglepő nincsen. A napokban indult el a Super TV 2-n a Power of Love című párkereső, reality párkereső műsor. Igazából szóra sem érdemes, ugyanolyan, mint bármelyik másik 12-1 tucat. Témától teljesen független, hogy a bezárt emberek azok majd veszekedni fognak, kavarni fognak, intrika lesz, vita, buli, pia, szex. Igen ám, csak a párkeresők között akad egy olyan szereplő, akinek korábban már volt alkalma megmutatni, hogy milyen az, amikor ő szerelmes. És hát abban nem volt túl sok köszönet. Ha akadt ezen a felvételen valaki, aki ismerősnek tűnik, akkor igen, ő az. VV Renátó, most már VV előtag nélkül elvégre, pont hogy nem a való világról, hanem egy konkurens csatornáról van szó. Ő volt, aki bemutatta országvilágnak, milyen is egy ízig-vérig bántalmazó kapcsolat. Ne beszélgessünk, légy, már hányok tőled, tényleg. Hányok, elsőszor, bárhányok tőled, Kuzsa. Méghozzá olyan sikeresen, hogy az még a botrányokra éhes, és jól fejlett inger küszöbű nézőknél is kiverte a biztosítékot, megfeküdte a gyomrukat, így aztán az első adandó alkalommal haza is küldték őt a szavazáson. Vannak ha itt megengedsz olyan hangnemet velem, amit megengedsz magadnak, hogy húzzál innen a gecibe, te balfasz. Megszopd ki ezt, meg azt. Akkor kint mi lesz? Mi lesz? Úgy, hogy nem csináltam semmit, Renátó. Nem tudom. Mi lesz kint? Nem tudom. Megütt? Volt itt érzelmi zsarolás, szájbaköpés, ordítás, fenyegetés, és elsősorban természetesen a másik fél önbecsülésének porigrombolása. Az RTL számára ez olyan roppant kellemetlen volt, hogy kénytelen volt kimosakodni valahogy magát a dologból, jobb hiány beküldött a villába egy dükkezelési és párterapeutát, Náda Janikó pedig egyszerűen csak spontán remekül oldotta meg a helyzetet. Ne keverjük már össze a féltékenykedést, ne keverjük össze már ezt a terrorista jelzőt. Renátó, én nagyon bíztam abban, hogy a múltkori beszélget... Figyelj! Nem kértem tőle azt, hogy... Tehát ez nem az a hely és nem az a szituáció, Renátó, ahol te ezt megengedheted magadnak, oké? És ez rohadt kellemetlen, és nem nekem. Viszont úgy látszik, tényleg minden csoda csak 3 napig tart, az meg ugye itt már bőven le is telt. Nincsen semmilyen morális aggály azzal kapcsolatban, hogy újra teret adunk egy ilyen embernek. Kicsit valószínűleg remélve azt is, hogy ismét megmutatja ki is ő valójában. És ha ez még nem lenne elég, a Viaszat tovább emelte a tétet. 10 fiú, akik mind szinglinek állítják be magukat. És egy csodálatos királylány, akinek mindössze az a dolga, hogy kitalálja, ki az, aki hazudik. Tehát ki a svindli, akinek párja van. Itt a szerelemnek ára van. Liptai Claudia fogja vezetni azt a rendkívül gusztusos műsort, amelynek címe Szingli vagy Svindli. Egy nők egyeiért küzd 10 férfi. A felük szingli, a másik felük párkapcsolatban él. Hogyha olyan férfi lesz végül a kiválasztott, aki remekül át tudta verni a lányt, és párkapcsolata van valójában, akkor a férfi és annak valódi párja boldogan fog elszökelni a naplementébe a nyereménnyel, ami 20 millió forint. Ha viszont olyan férfi nyeri a műsort, aki tényleg szingli, akkor ő is újdonsült párja, tehát a főszereplőnő együtt fogják majd valószínűleg elkölteni a 20 milliót. Tudnál szakítani a barátnőddel, ha úgy alakulna? Nem, mert nincs barátnőm. Klassz ötlet, nem? Hódíts pénzért, hazudj, csaj, vezess meg mást pénzért. A műsor egyúttal kiváló alkalom arra is, megmutasd a párodnak, hogy hogyan tudod bármikor, bármilyen körülmények között letagadni az ő puszta létezését is. És senkinek ne legyenek illúziói, aki ügyesen tudja ezt játszani kamerák keresztüzében, az jó eséllyel az életben is. De semmi baj, fókuszban a cél, a párok nőtagjai nyilván rendkívül izgulnak majd, drukkolnak a partnerüknek, elvégre valamiből ki kell tudni fizetni a lakáshitel törlesztését. Ez a világ egyik legkegyetlenebb játéka. Ha nem lenne elég világos, hogy miről is van szó, akkor Liptai Claudia biztos, ami biztos a beharangozó végén még kélyesen rágja a fülünkbe, hogy milyen kegyetlen is ez a koncepció.
Persze nem tudom, hogy miért akadok ezen fönn, amikor a mezei tartalomgyártók nagy többségének egy nem annyira szűk rétege pont ilyen irányba menetel. Például, hogyha szakítunk és szenvedek, akkor a legfontosabb, hogy legyen a kezem ügyében egy telefon, és fölvegyem a gyötrelmemet. A könnyek jól látszódjanak, a vérerek a szememben szintén, ha pedig mégsem igazán jók a fények, akkor legfeljebb fölveszem újra az egészet előről. Ha szerelmet vallok, ha megkérem a barátnőm kezét, hogyha átverem, vagyis bocsánat, prenkelem a gyerekemet, akkor az már alap, hogy mehet is a közösségi médiába. De nem, ez mind nem elég. Ha életem legnagyobb fájdalmát élem át, és édesanyaként búcsúzom az elhunyt gyermekemtől, akkor is legyen a kezem ügyében egy kamera, hogy föl tudjam venni, föl tudjam tenni TikTokra, föl tudjam tenni Instagramra vagy Facebookra, ha úgy tetszik, YouTube-ra. Valószínűleg vigaszt nyújtanak majd az érkező szívecskék és lájkok. It ain't no walk in the park. Kiárusítható minden érzelem, minden élethelyzet, beleértve önmagunk méltóságát, és azt a tényt is, hogy emberi lények vagyunk. Sokkal menőbb inkább egy videójáték karakterét imitálva tarhálni pénzt az emberektől. Azt hazudva önmagunknak, hogy ebben nincsen semmi kellemetlen, nincsen semmi megalázó, és semmi köze önmagunk bármiféle prostituálásához. Sőt, lényegében gondolkoznunk sem kell. Elég, hogy látszunk és van pulzusunk. Cuckoo, 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 cuckoo. I seem so good. This is fun. Hi, Hannah. Thank you for the follow. Saludos, un besito, un rosa, ay gracias, un rosa. De itt legalább az, akit kiárusítunk, önmagunk vagyunk, vagy hát önmagunk valamiféle árnyéka. Felhördül a világ, hogyha egy kínos helyzetben készült gyerekképet oszt meg egy anyuka. Az viszont könnyeket csal az emberek szemébe, hogyha demens szülőkről készül videó. Szegény kisgyereknek nem adatik meg a beleszólás joga, a döntés lehetősége, hiszen nem alkalmas rá. A demens szülő az más. Ott ez nem számít. Ott az számít, hogy mi megmutatjuk, hogy mennyire szépen, önfeláldozóan és türelmesen gondolkodunk róluk. Megmutatjuk a nagyvilágnak önnön nagyságunkat. Na jó reggelt! Tőled kérdezem. Kérdezek. Kérdezze, de nem túl sokat tudok mondani. Na, hát például mondjuk azt tudod mondani, hogy engem hogy hívnak? Na látod, én nem tudom. De én ki vagyok? Éva. Éva. Én vagyok a lányod. Yep. Great job. There's nothing else to help. Do you want me to help you? Here, I'll help you. Okay. Here, look it. Stab it. Here you go. Belefér minden maradék emberi méltóságától megfosztani azt, akit elvileg ennyire szeretünk. Belefér, hogy sajnálkozzanak rajta élete legreménytelenebb és legkiszolgáltatottabb időszakában. A lényeg, hogy látszódjanak a könnyeink, látszódjunk mi, bármi áron, minden áron, legyen szó örömről, bánatról, életről vagy halálról. Yeah.